Nem akármilyen gesztust és bejelentést tett a hétvégén a Paris Saint-Germain támadója Kylian Mbappé. Drámai körülmények között dölt el a bajnoki cím a Bundesligában. Újabb rekordot döntött meg Lionel Messi. Lejátszotta utolsó meccsét az FC Barcelonában Sergio Busquets és Jordi Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Egybehangzó spanyol sajtóhírek szerint Marco Asensio nem hosszabbítja meg a június végén lejáró szerződését a Real Madriddal, így a spanyol szélső a nyáron távozni fog a királyi gárdától. A 27 éves játékos eme döntésében a relévó szerint elsősorban a kevés játék lehetőség játszotta a főszerepet, illetve az, hogy a Reálba a jelenleg betöltött státusza a megítélése szerint a jövőbe sem változna. Továbbá elérkezettnek látja az időt arra, hogy 9 Madridban eltöltött év után kilépjen a komfortzónájából és máshol is kipróbálja magát. Fabrizio Romano értesülései szerint a nyártól az Ajaxban folytatja pályafutását a Ligönben szereplő Toulouse középpályása Branko van der Bomen, akit a lejáró szerződésének köszönhetően átigazolási díj nélkül szerezhet meg a holland klub. Egyéb iránt a francia egyesület színeiben 120 tétmeccsen 23 gólt és 45 gólpaszt elérő 27 éves játékos számára nem lesz ismeretlen az amsterdami klub, hiszen van der Bomen Ajax nevelésnek számít, igaz a klub felnőtt csapatában egyszer sem lépett pályára. Angol lapértesülések szerint jelenleg az Arsenal van polpozícióban a Declan Riceért folyó versenyfutásban. A Mikel Arteta vezette ágyúsok szóban állítólag már meg is egyeztek a személyes feltételekről a 24 éves angol válogatott középpályással, akiért klubja a West Ham United a plegykák szerint legalább 115 millió eurót szeretne kapni. A Corriere dello Sport értesülései szerint a Láció 30 millió euró körüli ajánlatot tett a sassuolo a 28 éves olasz válogatott támadóért Domenico Berardi Ért, aki 10 gól és 7 gólpassz formájában eddig 17 kanadai pontot jegyez 2023-ban, ami Erling Holland és Mohamed Salah mögött a harmadik legjobb teljesítménynek számít az öt európai topligában szereplő játékosokat figyelembe véve. Az Al Ittihad FC nyerte a Saudi Professionális Liga 2022-23-as kiírását, az élen álló Jidai ugyanis egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan előnyre szerte a második helyezett Al nasr előtt, köszönhetően annak, hogy 30 0 győzelmet aratott idegenben az Al Feiha ellen, miközben a Cristiano Ronaldoval felálló riádi együttes csak egy-egyes döntetlenre volt képes a középmezőnyben helyet foglaló El Etifak otthonában. És miután a bajnoki aranyról lemaradó Alnasser korábban a szuperkupa döntőt is elbukta, a kupában pedig nem tudott bejutni a döntőbe, eldölt, hogy a 37 éves portugál sztár trófea nélkül zárja első szaudi idényét. Az általában jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a jelenleg még a Liverpool erősítő Roberto Firmino is rajta van a Real Madrid azon 4-5 nevet tartalmazó listáján, amely a királyi gárda nyári támadó kiszemeltjeit tartalmazza. Az olasz transferguru szerint azonban a spanyolok egyelőre még nem döntötték el, hogy tesznek-e konkrét lépéseket a brazil támadó megszerzése felé, így a kapcsolatot sem vették még fel a lejáró szerződésének köszönhetően a nyáron ingyen megszerezhető 31 éves kiválóság menedzsmentjével. Yeah. A német Sport értesülései szerint azzal, hogy az AC Milán kivívta a BL indulás jogát, Daichi Kamada biztosan a milánói klubhoz igazol majd. A portál úgy tudja, hogy a jelenleg még a Frankfurt alkalmazásában álló, de július 1 a lejáró szerződésének köszönhetően átigazolási díj nélkül megszerezhető 26 éves támadó középpályás az Atletico Madrid és a Dortmund ajánlatát is visszautasította a Milán kedvéért, amely 5 évre szóló és évi 3 millió eurós fizetést tartalmazó szerződést köt majd az ázsiai játékossal. A francia profi labdarúgók érdekvédelmi szervezete Kylian Mbappé-t választotta a 2022-23-as idény legjobb játékosának a ligönben. A Paris Saint-Germain 24 éves támadója sorozatban negyedik alkalommal hódította el az 1994-ben megalapított díjat, így a háromszoros nyertes Zlatán Ibrahimovicsot megelőzve immár ő büszkélkedhet a legtöbb évjátékosa elsőséggel Franciaországban. Mbappé egyébként a tegnapi díjátadó gálán újságírói kérdésre azt mondta, Mondta, hogy boldog Párizsban és örül, hogy tavaly a maradás mellett döntött. Továbbá elárulta, hogy a következő szezont is a PSG-nél fogja tölteni. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeret terjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig beszámolunk nektek a topligák legfontosabb hétvégi eseményeiről. A Ligue 37. fordulójában a Paris Saint-Germain 1 egy egyes döntetlen játszott idegenben a Strasbourggal, ezzel pedig a párizsiak egy fordulóval a szezon vége előtt matematikailag is bebiztosították a bajnoki címüket. A fővárosiak mondhatni bajnoki címet érő gólját Lionel Messi szerezte, akinek ez volt a 496. európai topligás találata, ami a Cristiano ronaldo lehagyva immár egyedül vezeti a vonatkozó örökranglistát. Azzal pedig, hogy bajnoki címet nyert idén a PSG-vel, utolérte egykori barszás csapattársát, Dani a legtöbb címet nyert játékosok ranglistáján, hiszen imár ő is 43 megnyert trófeával büszkélkedhet, akár csak a brazil védő. Messi pedig annak a Kylian Mbappé-nak az átadása után volt eredményes, aki Adrien Rabió után a második játékos lett a ligön történetében, aki 24 évesen már 6-szoros francia bajnoknak mondhatja magát. Mbappé egyébként a találkozó előtt tett egy nagyon szép gesztust az egyik szurkoló felé. Történt ugyanis, hogy a bemelegítésnél az egyik lövése célt tévesztett, és a labda a kapu helyett egy vélhetően Strasbourg szurkoló hölgy fejét találta telibe, akinek ennek következtében az orravére is elerett. Ezt látva pedig Mbappé rögtön odament a hölgyhöz, és miközben a mentőszolgálat munkatársai ellátták az illetőt, bocsánatot kért tőle, majd a meccs fél idejében egy mezzel is megajándékozta. Érdekesség, hogy a PSG úgy lett bajnok, és úgy fogja befejezni a mostani szezont, hogy az első fordulótól kezdve a tabella élén állt, ami egyedülálló tettnek számít a francia élvonal történetében. Akár csak az, hogy ez idáig már 11-szer nyerte meg a ligönt, hiszen ennyi alkalommal egyetlen másik francia klub sem végzett az élen a legmagasabb az utolsó fordulóban pedig az is eldőlt, hogy a legutóbbi 10 bajnokiából 9-et is megnyerő R.C. Lanz végez majd a tabella BL csoportkört érő második helyén, míg a szezonnak nagy reményekkel nekivágó Olimpik Marseille-nek meg kell elégednie a bronzéremmel a lehető legrosszabb kor a Bundesliga utolsó fordulójában szakadt meg a Borussia Dortmund 11 hazai meccsből álló győzelmi sorozata. Azzal ugyanis, hogy a játéknapot megelőzően még két pontos előnnyel az első helyen álló BVB csak 2-2-es döntetlent játszott odahaza a Mainzal, a Bayern München pedig idegenben 2 1 legyőzte a Kölnt, a Bajor együttes megelőzte a rúlvidéki gárdát, és övé lett az aranyérem. A Dortmund teltház több mint 80 ezer ünnepelni vágyó néző előtt lépett pályára, ám a hazai szurkolók arcáról hamar lefagyott a mosoly, hiszen a Mainz a 24. percben már kettő 0 ra vezetett, ráadásul a két vendéggól között Sebastian Aller révén a BVB egy büntetőt is elhibázott. És ha mindez nem lett volna elég, akkor Kingsley Coman találatával időközben a Bayern megszerezte a vezetést a Köln ellen, így aztán teljesen kilátástalannak tűnt a Dortmund helyzete, amely aztán a második félidőben mindent egy lapra feltéve támadott, és a 69. percben össze is jött számára a szépítés. Ez viszont még mindig nem volt elég semmire sem, hiszen a másik meccsen a Bayern továbbra is vezetésre állt. A 81. percben azonban örömújongásban tört ki a Zignál Dunapark közönsége, a Köln ugyanis egy büntetőből egyenlíteni tudott, így ebben a pillanatban a Dortmund állt a tabellai Élén, vagyis úgy tűnt, hogy mégiscsak a BVB lesz a bajnok. A drámai fordulatoknak ezzel azonban még nem volt vége, mert hogy a Bayern a 89. minutonban a 4 perccel korábban becserélt Jamal Musiala klasszis góljával újra előnybe került, amit a meccs végéig már nem is engedett ki a kezéből, így a Dortmund hiába egyenlített a 96. percben, a Bayernnél lett a Bundesliga aranyérem, sorozatban immár a 11. alkalommal. A Bayern játékosok egyébként Thomas Müller telefonján keresztül figyelték a Dortmund meccsének utolsó pillanatait, annak lefújása után pedig hatalmas ünneplésbe kezdtek a vendégszektor előtt. Mindeközben Dortmundban érthető módon meglehetősen gyászos hangulat uralkodott. A hazai játékosok és Edin Terzics vezetőedző is a könnyeivel küzdött, de a Dortmund szurkolók becsületére legyen mondva, hogy a csalódást keltő eredmény és ezüstére ellenére sem bántották a csapatot, helyett inkább felállva tapsolták és méltatták őket. A Bayern tehát drámai körülmények között lett bajnokám, nem mindenki számára fejeződött be happy end a szezon a Münchenek részéről. A klub ugyanis nem sokkal a Köln elleni meccs után bejelentette, hogy mind a sportigazgatótól, Hasan Salihamidzsic-tól, mind az ügyvezető igazgatótól, Oliver Kántól megválik. Utóbbi egyébként előbbivel ellentétben el sem utazott a csapattal Kölnbe, amit Kán később azzal magyarázott, hogy a klubvezetők ezt megtiltották neki. Továbbá a Bayern közleményéből az is kiderült, hogy Kán helyét az Egyesület alelnök Jan Christian Dresen veszi át. Ami pedig a Bundesliga 2022-23-as kiírásának a végeredményét illeti, a Bayern és a Dortmund mellett az RB Leipzig és az Union Berlin fért be a top 4-be, vagyis Schäfer András klubja is kvalifikálta magát a bajnokok ligájába fennállása során először. Az Európa Ligát érő 5. helyet pedig a Freiburg, míg a Konferencia Liga indulást érő 6. pozíciót a Bayern Leverkusen szerezte meg. A Hertha mellett pedig végül a Schalke lett a másik kies ő, míg a 16. helyen célba érőst tudgártnak osztályozón kell majd bizonyítania, hogy helye van a legjobbak között. A szériá 37. fordulójának vasárnap esti rangadóján az AC Milán Olivier Giroud gyönyörű fejes góljával 1-0-ra legyőzte idegenben a Juventus csapatát, ezzel pedig a piros pekete gárda bebiztosította a bajnokok ligája indulását. A Rossoneri egyébként oda-vissza legyőzte a mostani szezonban a Torinoi gárdát, ami nem kis bravúr, hisz erre az elmúlt 50 évben a mostanival együtt mindössze három alkalommal volt példa. A hétvége folyamán a másik milánoi csapat az Inter is kivívta a BL-ben való indulás jogát, miután a kék-feketék szombaton 3-2-re verték hazai pályán az Atalantát. Vagyis a Szériából a Napoli és a Láció mellett a két milánói együttes kvalifikálta magát a legrangosabb európai kupasorozat következő kiírásába, amely során a bajnok nápolyakat már biztosan nem a csapat mostani trénere Luciano Spalletti fogja irányítani, mert hogy a délolasz klub elnöke Aurelio de Laurentiis tegnap egy interjúban megerősítette, hogy a 64 éves szakember a szezon végén távozik a posztjáról. A Premier League 38. utolsó fordulójában több érdekes eredmény is született. Ilyenek tekinthető az Arsenal kiütéses 5 0 ás győzelme is a Wolverhampton ellen, amely során az ágyúsok középpályása Granit Xhaka két alkalommal is betalált, vagyis a svájci játékos egy duplával búcsúzott az Emirates közönségétől, hiszen a 30 éves focista a nyáron távozni fog a klubtól, és előre láthatólag a Bayern Leverkusennél folytatja majd a pályafutását. A játéknap meglepetését a Brentford okozta, amely 1-0-ra legyőzte hazai pályán a bajnok Manchester City-t. Igaz, Pep Guardiola meglehetősen tartalékos csapatot küldött pályára, így az az Erling Haaland sem kapott lehetőséget, aki a meccs előtt átvehette a Premier League gól királyának járó aranycipőt, amit a szezon során elért 36 találatával érdemelt ki. A forduló legtöbb gólját a Southampton Liverpool meccsen láthatta a közönség, amely 4-4-es végeredménnyel zárult. A rendkívül szórakoztató meccsen a Liverpool 14 perc után már 2-0-ra vezetett. A már biztos kieső hazai csapat azonban ezt követően 4 gólt rúgva megfordította az eredményt. A győzelem viszont így sem jött össze a szenteknek. A vörösök ugyanis a hajrában egy perc leforgás alatt kétszer is betaláltak, és így döntetlenre mentették a meccset. A Premier League 2022-23-as kiírását tehát a Manchester City nyerte meg, rajta kívül pedig még az Arsenal, a Manchester United és a Newcastle United végzett BL indulástérő helyen. Az Európa Ligában pedig a Liverpool és a Brighton indulhat Angliából, míg a konferencia ligát jelentő hetedik helyet az Aston Villa szerezte meg. Ami pedig a kiesőket illeti, a Southampton mellett a Leeds United és az a Leicester City búcsúzott az élvonaltól, amely 8 idénnyel ezelőtt még PL aranyérmet ünnepelhetett. Az említett csapatok helyét pedig a Championshipből feljutott három klub, a Burnley, a Sheffield United és a Luton Town veszi majd át. Utóbbi együttes a szombati Wembley-ben megrendezett osztályozó meccsen 11-esekkel vívta ki a feljutást a Coventry City ellen, ami azért is hatalmas bravúra kalaposoknak becézett egyesület részéről, mert 9 szezonnal ezelőtt még az angol 5 osztályban szerepelt. A Luton egyébként legutóbb az 1991-92-es idényben szerepelt az angol élvonalban, ahonnan éppen abban az évben esett ki, amikor megalapították a Premier league vagyis a kluba története során először mérettetheti majd meg magát a PL-ben, ahol a hazai meccseit a mindössze 10 ezer férőhelyes Kenilworth Road stadionban fogja játszani. A La Liga 37. utolsó előtti fordulójában a Real Madrid 2-1-re legyőzte idegenben a Sevillát. A találkozón a hazai csapat szerzett vezetést, azonban Rodrigo két fantasztikus találatával a madridiak fordítani tudtak. A brazil támadó előbb egy szabadrugásból, majd egy gyönyörű csel sorozat végén egy okos gurítással vette be az andalúzok kapuját, akik Marcos Akunya kiállítása miatt tíz emberrel fejezték be a meccset. Bezsebelte a három pontot az FC Barcelona is, amely Ansu Fati duplájával és Gavi találatával 3-0-ra verte oda haza a vagyis a katalán csapat győzelemmel búcsúzott a Camp Nou-tól, amelyet a nyáron kezdenek el felújítani, így a katalán együttes a következő szezonbéli meccseit a Luis Companys olimpiai stadionban játsza majd mégpedig két ikonja Sergio Busquets és Jordi Alba nélkül, akik ezen a meccsen búcsúztak el a Camp Nou közönségétől, hiszen az elmúlt napokban hivatalossá vált, hogy mindkét játékos távozni fog a klubtól a nyáron. Egyébként mind Busquets, mind Alba kezdőként lépett pályára a meccsen, Csávi pedig a 80. perc után mindkettejüket lecserélte, hogy megtapsolta a őket a hazai publikummal. Előbbi játékos pedig mosolyogva, míg utóbbi sírva hagyta el a pályát. A Barca tehát simán győzött, ugyanakkor mégsem lehet teljes a katalánok öröme, hiszen a bal hátvédjük Alejandro Balde egy kíméletlen belépő nyomán részleges bokaszalak szakadás szenvedett, ami miatt várhatóan nagyjából két hónapig harcképtelen lesz. Bár a La Liga mostani kiírásából egy forduló még hátra van, de az már eldőlt, hogy a bajnokok ligájában a Barcelona, a Real Madrid, az Atletico Madrid és a Real Sociedad, az Európa ligában pedig a Villarreal és a Real Betis indulhat majd. Ami pedig a tabella alját illeti, az Elcse után az eszpányol is búcsúzott az élvonaltól, miután a katalán csapat csak 2 2 döntetlen játszott idegenben a Valenciával. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.